egy gyors fújás, hogy ne csöpögjön le a gyertya. Isten éltesse sokáig. Úgy, szuper, jó egészséget kívánunk. 90. születésnapja alkalmából köszöntötték Ács Tivadart otthonában. Tivi bácsi 30 évig dolgozott Gyulán a vízműveknél. Munkája során csőtöréssel, vízzel foglalkozott, innen ment nyugdíjba kormánykitüntetéssel. Tivi bácsi egész életében sokat dolgozott, ahogy mondta, 100 ember nem dolgozik annyit. Az a helyzet, nagyon sokat dolgoztam az életem. Parasz gyerek voltam, annyit dolgoztam, az Isten tudja, nagyon rengeteg. Ezre kerültem Gyulán, már vagy 62 éve, azóta vízműnél voltam ilyen vízszerelő. És itt is éjjel-nappal, csőtöréstől, éjjel-nappal dolgoztam. Meg volt egy kis kertem, az is minden nap mentem dolgozni. Nagyon sok. Sokat kell dolgozni, hogy az ember sokáig élje. Ács Tivadar 1955-ben vette feleségül Borbé Etelkát, aki varrónőként dolgozott. Házasságából 2 fiúk született, majd 7 unokával és 6 dédunokával bővült a család, akik közül, aki csak tudott, ellátogatott ezen a napon a családi házba, és köszöntötték őt.